Megnyílt Benda Iván fotóművész az Élő Jeruzsálem című kiállítása Székesfehérváron, a Szent Korona Galériában. Jakubek Ágnes, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatónője örömmel köszöntötte az immár offline módon megnyílt tárlat vendégeit, és örömét fejezte ki, hogy éppen a gazdag hagyományokat őrző, a mélyen megélt hit világát bemutató szentföldi képekkel indulhatott ismét a kiállító terem látogatása. Maga Jeruzsálem testesíti meg azt a fajta jó indulatban vett istenfélelmet, amelyet igazából az embert a hit útján meg tudja tartani, és az élet szépségét és nehézségét egyaránt segít megélni. Benda Iván fotóművész fotóit látva valóban megismerhetünk egy hihetetlenül gazdag kultúrával és hagyományokkal rendelkező földet. Én biztos vagyok abban, hogy a látogatók között is lesznek másokan olyanok, akiknek megadatott az a szerencse, hogy kint járhattak Szentföldön és Jeruzsálemben. Én is örömmel mondhatom, hogy egyetlen egyszer sikerült ezt megtennem. És ahogy ott az ember leteszi a lábát a földre, ahogyan elmegy és szétnéz, egész egyszerűen megérzi szerintem magának a teremtőnek a jelenlétét, és szerintem ez majd nagyon fantasztikus üzenete a világnak. A tárlatot Jungbert Béla nyugalmazott nagykövet, a Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense nyitotta meg. Benda Iván képein átüt, hogy érti, érzi és szereti ezt a helyet. Rajta tarthatjuk a kezünket a civilizációnkat meghatározó bibliai zsidó keresztény hagyomány fő ütőerén, hangsúlyozta beszédében a nyugalmazott nagykövet. Mert a három monoteista, tehát ábrahámi örökségű világvallás hithű követői számára, de még azoknak is, akik csak részleges megtartói, vagy legalább ismerői a kulturális örökségnek és a tradíciónak. Ez a felfele vívő út mindig egyben spirituálisan az ég, a teremtő, az égi Jeruzsálem felé közelít. A képeket nézve az ember lelki-szellemi utazásra indul. Amikor elmélyülünk az alkotások mondani valójában, próbáljuk megérteni, meghallani az általuk közvetített imádságra hívó szót, emelte ki köszöntőjében Spányi Antal püspök. Hála Istennek megadatott nekem, hogy járhattam a Szentföldön, és mindig szép emlék marad az ottani út, fáradtság, az ottani élmények. Ezek a képek, ezeket az élményeket elevenítik fel, találkozások örömének újra élését adják meg, és mutatnak újat is, hiszen találkoztam itt azzal a képpel, ami a Via Dolorosát mutatja, a keresztútnak egy részét, ahol egyetlen lélek sincs. Nem láthattam így, ott mindig tömeg van, ott mindig nyüzsgés van, hangoskodás van. Ezen a képen éppen azt lehet látni, amikor senki nincs ott. Lehetett látni azt a környezetet, azt a közeget, amely minden bizonnyal olyan, amilyen Jézus idejében is volt. Ezeket a képeket látva, a portrékat, az embereket, látva vonásaikat, bennük az örömöt és a szenvedést, a reményt, és a talán kétségbeesést is, ami időnként megmutatkozik, mind-mind valami olyan élményt ad, vagy olyan indítást ad az embernek, hogy tegyünk egymásért, éljünk egymásért, egymással, együtt, szeretetben szeressük az Istent és szeressük egymást. Benda Iván fotóművész 20 év alkotói munkájának eredménye a Szentföldi tárlat, amely sok neves kiállító hely után Fehérváron is bemutatásra került. Jeruzsálem a mi kultúrának a gyökere, tehát az európai kultúrának itt az eredője. És számomra ez a legfontosabb. A gyökereket megnézni, megismerni, és ha lehet, akkor bemutatni. És hát amit a kedves közönség itt fog látni, az egy 20 év munkáját takarja az Élő Jeruzsálem című kiállítása, amelynek a bemutatója stílus szerint Rómában volt 20 évvel ezelőtt. És számomra ez a 20 év, ez nagyon fontos idő, mert rengeteg tapasztalással járt. Az alkotó maga mutat utat, amelyen követhetjük, hogy zsidók, keresztények, muszlimok egymás kezét fogva elinduljanak a béke és a szeretet Jeruzsáleme felé.
bemegyünk a damaszkuszi kapun, és hirtelen a muszlim világba bent vagyunk. De mehetünk 5 percen belül, átírunk a keresztény egyetben, ahol a Szentségi templom világa egy sokkal csöndesebb, meghittebb környezet, és rögtön mellett az Örmény negyed, ami szinte azt kell mondjam, hogy nem is érezzük, hogy itt élet van. És onnan egy huncut 5 perc, és már is a zsidó negyedben vagyunk, ahol a siratófalattól kezdve rengeteg olyan zsidó emlék van, ami, hát és maga az emberek, a mai ott élő emberek megtöltik az egész teret, tehát hát is a siratófa világa, meg az maga csoda. A kiállítás megtekinthető Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Ház Szent Korona Galériájában július 23-ig. És velük a...